Sziasztok! Ma magazin unboxing, kicsomagolás, méghozzá Lego Star Wars. Kapunk hozzá egy Razor Crest nevű űrhajót. Hát mondjuk ez nem tudom, hogy kinek az űrhajója. Meg ahogy nézem, egy limitált kártyát, és hol a kártya? Mert így nézegettem most, hogy ide raktam az újságot. Hát elvileg azoknál külön szokott így bent lenni, de bontatlan az újság, és hát az acskója, és nincs benne a kártya. Hát ez remek lesz, na mindegy. Megnézzük, lehet, hogy csak a magazin között van. Mondjuk nem gyűjtem a kártyát, csak ugye szokott lenni hozzá. És feltűnt, hogy nem mozgott az acskóba. Oh, ott van. Jó van, elbújt. Hú, milyen jó csillog. Limitált csuvakka kártya. Na. Akkor itt lesz majd az űrhajónk. Hát ez majd kell a tutoriál. Összerakni. Nézzük meg a posztert. Oh, sikerült pontot kinyitni. Világos oldal, sötét oldal. Mindjárt megnézzük a másik posztert, vagy hát a másik felét. Ú, fejvadászok! Na, ez így már vagányabb egy poszter. Talán, hát ez... Ja, hogy ez lenne az űrhajó, ez valakinek az űrhajója. Din Djarin. Jó, az nem tudom ki. Úgyhogy... Ó, következő számba jó figura lesz. Na, keressük a tutoriált. Hogy kell összerakni. Oh, azt hittem már nem lesz benne. Jó van akkor, úgy. Remélem nem hiányos a készlet. Úgy gyerek, mint múltkor a Ninjagós. Bak, nézzen ezek feldől magától gondol egyet. Persze a Ninjagóshoz volt tartalékelemem, de a Lego Star Warshoz nem valószínű, hogy lenne. Na, kijött belőle mind. Szuper! Na! Azt mondja, hogy űrhajó. Hogy is? Egyet oda. Mondjuk jó, mert ezeket pikpak össze lehet dobálni. Jobb esetben. Mikrógépek. Meg azért egy nagyobb Star Wars űrhajó az nem 2 forint. Sőt, manapság már nem kap semmit 2 forintért. Ezt jól raktam egyáltalán össze. Ja, jó lesz, oda kell, jó van. Még 2 olyan. Mondjuk én annyira nem követem a Lego Star Wars világát, legalábbis így Lego készletben, mert nincsen nagyon. Vagyis hát nincs most konkrétan egy darabom se. 2 ilyen elem. Úgyhogy azért nem tudtam, hogy ez se kinek a hajója, meg ami ott volt név, mert aztán halvány fogalmam sincs róla, hogy ki az. Mindjárt kész is van. Ezt oda. Azt amoda.
Lehet, hogy majd csinálok egy ilyen mikro... Ja, azt mondtam is az egyik videómban, hogy ilyen mikrokészlet bemutatót. De már van annyi itt az összerakottakból, hogy kijön belőle egy ilyen bemutató rész, hogy összesítve, hogy milyenek a mikrógépek. Mini pilóta fülke, hallod? Nagyon kemény. Hú, te jó minden. Azt a minden. Tudod, mennyi minden kell. Jó, hogy ez már csak az utója lesz. Ugye ezt kell kétszer összere. Ez lesz a hajtómű akkor valószínűleg. Ja, kell rá még egy olyan, meg egy ilyen cucc, ezekkel fog kapcsolódni, és így elfordítva. Na, milyen vagány. Kis darabocska. Úgyhogy oda. Amoda. Készen van a másik hajtómű is. Szuper! Meg is van. Ajha, na. Na, el is készült ez a Razor Crest nevű űrhajó. Elég érdekes, milyen jó kis ilyen két kis hajtómű, kis lézerágyuk, pilótafülke belül, meg ez valami szerintem valami teherhajó lenne nagyba, vagy valami csempészhajó, de egész komoly. Na. Van csubakka. Beállítjuk ide hozzá. Úgyhogy, srácok, ennyi lett volna ez a magazin kicsomagoló videó. Ha tetszett, dobj egy lájkot. Ha nem tetted, iratkozz fel, és nézd meg a többi videóm. Sziasztok!